Iskolás koromban sokszor Isten nevét átkozva és szidalmazva sírtam magam álomba. Így aludtam el. Larry Blue élete már 9 évesen romokban hevert. Szülei elváltak, és ugyanebben az évben egy rokona fizikailag és szexuálisan is bántalmazni kezdte. Larry Istent hibáztatta. Természetesen Istenhez kezdtem imádkozni, hogy hozza vissza az apukámat, és hogy legyen vége a bántalmazásoknak. Mikor apám nem jött haza, sőt újra házasodott, az zaklatások pedig folytatódtak. Hát a dühöm egyre nőtt. Tínédzser korában felejteni akart. Szerencsejátékokat üztem, és pornót néztem. 13 évesen már ittam, gombát tenyésztettem, amit eladtam a suliban, de árultam LSD-t és saját készítésű kábítószert is. Amit csak megismertem, attól függő lettem. A középiskola után Larry 2 évet szolgált a seregben, és felhagyott a drogokkal. Később azonban egy együttes ródja lett, nagy koncerteken dolgozott, ahol a drogok és az alkohol ismét karnyújtásnyira voltak. A karrierem és az életmódom csak erősítette a függőséget. Nagyon nehéz volt kitörni ebből az ördögi körből. A munkámban ugyanis minimális számadási kötelezettségem volt. A turnék munkálatai során nem kellett sokat vezetnem, úgyhogy szabadon ihattam és drogozhattam. A függőség miatt egyre kevésbé voltam ura önmagamnak. 30-as éveiben Larry megpróbált megállapodni. Megnősült, született egy lánya, de függősége megmaradt. Reggelenként az volt az első dolgom, hogy a szerekhez nyúljak. Larryt letartóztatták ittas vezetésért és drogárusításért. Harmadik letartóztatása után felesége elhagyta és megszakította vele a kapcsolatot. Nem akartam kezelést, nem kértem segítséget. Úgy éreztem, nekem nincs problémám. A világnak van baja velem. Mikor Larryt hetedszerre is letartóztatták ittas vezetésért, 14 évet kapott. Közölte velem a bíró, hogy elfelejtheti az óvadék lehetőségét, börtönbe fog menni. Senki nem vette fel a telefont nekem, hiszen minden hidat felégettem magam mögött. Végül teljesen magamra maradtam Istennel, de pont ez kellett. Évek óta először Larry elkezdett imádkozni és Bibliát olvasni. Semmit nem tudtam Istenről, mert egész életemben ateista voltam. Mikor elkezdtem olvasni a Bibliát, azt mondtam Istennek, minden szót el fogok belőle olvasni. El is olvastam a teljes Új Szövetséget. Jézus életét és tanításait elolvasva többre is vágyott. Elment egy börtönbeli istentiszteletre, ahol a fogvatartottakat arra kérték, adják át életüket Istennek. A prédikátor szavai nagyon megérintettek, de az istentisztelet végén még mindig hezitáltam, hogy mit tegyek. Aztán egy másodperc töredéke alatt átfutott bennem. Voltam katonai rendész, kellékes, kameraman. Mindent kipróbáltam. Drogfüggő lettem, de ezt még sose próbáltam. Az utolsó voltam, aki előre ment a hívásra. A lelkész rátette a kezét a mellkasomra, átkarolta a hátamat, és elkezdett imádkozni. Olyan volt, mintha valaki mézet vett volna ki a mikróból, és lassan végigcsurgatná a tarkómon. Melegség áradt szét az egész testemben. Azt gondoltam, nem tudom, mi ez. Istenem, kérlek, önts még rám. Ez mindent megváltoztatott. Larry azonnal megszabadult minden függőségétől. Erőt nyert ahhoz is, hogy megbocsásson gyerekkori bántalmazójának. Több napig imádkoztam és kértem Istent, hogy segítsen megbocsátani neki. Rájöttem, hogy nem tudok felnőni, és nem leszek érett ember, amíg erőt nem veszek, és meg nem bocsátok valahogy annak a nőnek. Ez nagyon nehéz volt. Larry még egy évesen volt a börtönben, amikor a bíró 6 éves, majd pedig 6 hónapos házi őrizetre módosította a büntetést. Ez egyértelműen Isten jó indulata volt. Bármennyit is fizettünk volna egy védőügyvédnek, ezt a csökkentett büntetést nem tudta volna elintézni. Ez csak Isten jó indulata lehetett. Szabadulása után Larry teológus diplomát szerzett és börtönmisszióba kezdett. A mai napig szabad a drogtól és alkoholtól, lányával való kapcsolata is helyreállt. Az üdvhadseregben hivatalos függőségi tanácsadó.
Biztos vannak olyan fiatalok, akik akárcsak egykor én azt gondolják, jaj, ne, egy újabb fickó, aki Jézusról beszél. Azt üzenem most nektek, hogy ragadjátok meg Istent, mielőtt az életetek elcsúszik. Isten rövid idő leforgása alatt hatalmas csodákat tett az életemben. Ti se hezitáljatok. Nyissátok ki az ajtót neki.